kisebb földkupacot és mécseseket készítettek elő a Kossuth téren a CEU mellett kiálló tüntetők délután. Jelképes temetést tartottak. A koporsó felirata alapján az oktatás szabadságát temették. Ma járt le az a határidő, amit a CEU vezetése arra adott, hogy a kormány aláírja az egyetem fennmaradását lehetővé tevő nemzetközi megállapodást. Még október végén jelentették be, hogy ha ez december 1-ig nem történik meg, akkor a CEU Bécsbe költözik. Az egyetemen ma nem volt tanítás. Az RTL híradó értesülései szerint meghozták a döntést a költözésről, de először a hallgatókat tájékoztatják. Úgy tudjuk, hétfőn 3:41-kor hallgatói fórumot tartanak. Kerestük az egyetemet, de nem akartak nyilatkozni. A CEU vezetése hétfőn 14 órára nemzetközi sajtótájékoztatót hívott össze. Ott tesznek majd bejelentést az egyetem jövőjéről. Azt mondták, addig semmilyen megkeresésre nem válaszolnak. A CEU 1993 óta működik Budapesten. A parlament kormánypárti többsége tavaly módosította a felsőoktatási törvényt, és a külföldön is akkreditált egyetemeknek előírták, hogy indítsanak képzéseket az anyaországukban, és azt is, hogy a működésükről államközi szerződés szóljon. A CEU vezetése már hónapok óta azt mondja, a kormány annak ellenére nem írja alá a megállapodást, hogy ők teljesítették a törvény előírásait. Elüldöznek minket az országból, ami az elmúlt 26 évben az otthonunk volt, mondta korábban az egyetem rektora. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán arról beszélt, a mai határidő semmilyen törvényben nem szerepelt, az csak az egyetem döntése volt. A magyar kormány az amerikai kormánynak arra garanciát adott, hogy a Közép-Európai Egyetem minden korlátozás nélkül a jogszabályi kereteknek megfelelően tud működni. A Közép-Európai Egyetem azonban csak a CEU Magyarországon akkreditált képzéseit jelenti. A CEU, ami az egyetem angol nevének rövidítése, összesen 49 olyan képzést kínál, amit az Egyesült Államokban is elismernek. Ezek költöznek Bécsbe. Magyarországon csak az a 10 képzés maradhat, amit jóváhagyott a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság. Az egyetem megmaradásáért az elmúlt hetekben személyesen David Cornstein amerikai nagykövet lobbizott a kormánynál. A nagykövetséget ma hiába kerestük. A diplomata korábban azt mondta, az egyetem fennmaradása nagyon fontos a Trump kormánynak. Ez egy amerikai intézmény, ami Budapesten működik, és kiemelkedően jó a megítélése, mondta a nagykövet. A külügyminisztérium a határidő végére úgy reagált, hogy a Közép-Európai Egyetem szerintük tovább működhet, az egyetem politikai blöffjeivel, ultimátumaival pedig a magyar kormány nem foglalkozik.